hello srácok, kitelepülős videó, csak most oda települünk ki, ahol ti is ott lehettek. Én már tegnap este bepakoltam a teherautóba azokat az eszközöket, amikre ma szükség lesz. Még egy-két cuccot fölveszek bent a belvárosi raktárba. Mikrofon, meg még két hangfalra szükség lesz monitornak. És irány Batonya. És ott meg szépen kipakolunk, arról meg majd mindről fogtok látni videót, mert úgy szeretném csinálni ezt az egészet, de szépen mondtam, eztet, hoppá, valami leborult az RX. Úgy szeretném csinálni ezt az egészet, hogy lássátok, hogy hogy alakul ki a rendezvény hangrésze, bár túl sok mindent amúgy nem hoztam, lesz összesen 4 top, meg 1 szub, ugye, mert csak egy készült el, illetve hát azt nem kellett javítani, a másik nem készült el. Hamarosan érkezik Berecki Gabi is, és ketten fogjuk ezt az egészet véghez vinni. Meg hát ott lesz Pityu is, Bigyu, meg nagyjából már azt hiszem, a jelenlévők talán fele ott lesz. Izgatott vagyok, mint az állat. Hát ma nincs túl jó idő. Úgyhogy az időjárás az nem éppen nekünk kedvez, de szerencsére vannak sátrak és ez megoldódik. Csak azért mégse erre számítottam. Május 18-án, de ez nem árnyékolhatja be a jó kedvet, meg a lelkesedést, úgyhogy azt hiszem most már semmi nem állja útját annak, hogy létrejön az első vidéki tech csatornák találkozója. Na, meg is érkeztünk a helyszínre, itt van már a kétharmad. Nehogy, így vagyunk. Nem szabad kétharmadozni, mert politikamentes az esemény. Na, Bigyu! Bigyu eltűnt. Szék van nálam, és nem kérek használni. Itt van energiatakarékos István is. Mutatom a lomokat, hogy mit hoztam. Engem nem mutass. De majdnem elfelejtettem videnyózni. Egy meki már ki van rakva, az Gabikáé, ebben vannak kábelek, 4 súr, monitornak top, ugye az 1 dB, ami túlélte, ami még egy top, Gabika, néhány pokla, elhoztam a rekket, ha kipróbáljuk ezt a kutyvalót, de 4 miki miatt kellett. Itt van egy laptop, még néhány, azt hiszem ebben vannak az elosztók, igen, itt van Bigyunak a Sound King-je, végre kikerült a műhelyből, le lett porolva a membrán végre. Csak jogdíjmentesen. 5 másodperc. Meg már még egyet kiraktam, meg némi kacat, húzd be a hasadat. Nekem rímelt, valóban. Némi kacat húzd be a hasadat. Igen. Na jó, akkor ezt rákötitek arra? Kössük valahogy, nem? Hát, ott vannak a kábelek. Oda mi a kimeneted? Jack, 6-3-as jack? Ennek 6-3-as, de stereo jack, úgyhogy olyan kéne csinálni, ami vagy monósít, vagy legyik. De itt van tesi zsák. Nézd csak. Minden van. TBM-es pulcsimat mutogatom mindenkinek. Na. Faintos, és akkor elközé egy X-re. Várja, melyik vége kell annak? Pöcs, és a éppen nem tudom, mi megy. Tök mindegy, mert párhuzamosan van kötve, ja, végül, teljesen mindegy. Pöcs dugó mind a kettő jó. Ja, úgyhogy akkor azt bedugod a keverőbe, odaadok egy XLR kábelt. Adj egy XLR kábelt, ennek adunk tele egy, ha van kábeled. Van kábel is. De ezt akkor fektessük meg, hogy... Itt van egy XLR. Úgyhogy le kell még vinni. Hát azt hittem, hogy ott fönt akarod most kipróbálni. Szerinted jól fog szólni a lent fent? Persze, fázis helyes lesz. Meg kell egy táp ám de kábel. Nem fog legurulni helyet, hogy borítok rá. Az alján nincs kerék szerencsére. Jó, egyelőre. Itt egy pokla hozzá. Egy bemenet, adjál egy. 2-8-6 meg ott így van. Akkor tudom külön hangerre szabályozni a füles hangerejével. Ja, csak így ez a 200 Hz-es vágás nem lesz túl jó. Jó, azt hallod ehhez. Tökéletesen fog illeni.
Jó. Legyen a hívjuk, te kollekosztályban. Természetes élőhelyen vannak a kertre. De ezt hozd, hogy nem mindegy. Majd valami hosszabbítót még lökünk elé, mert itt most csak itt fönté fog elérni. Adott hosszabbítót is vigyük. Messzebbítő. Van itt egy ilyen vésztartalék, ezt nem használjuk rendezvényeken, ezt csak otthon szoktam használni. Ez egy kisebb fonalkat. Arról egy disznótort le lehet vezényelni. A Vájépis testvideó az megvan? Az, persze. Valami német apartman, valami 80 darab villany kapcsolat számolt. Így elmondjuk. Egy, hogy mondta, hogy egy, bezárt egy Bauhaus, és kiárusítás volt. Bigyú. Ez kábel. Az kettőfeles, nem? Nem, amúgy másfeles van benne, csak ezért. Nagyon kell, nagyon kell. De Pityu, nem tudhatod, hogy mire használod. Hát persze. Daráló, meg ilyenek tudod. Terménydaláló. 3000. Az a lényeg, hogyha kisebb, mint nagyobb, akkor egyenlő. Az igen. Látom, ott egy bolyó volt. Összedugva. Bekapcsoljuk? Hát nem kéne már. Csak halkíts le. Kicsi búva. Most teljesen le van véve, most a többihez mindjárt hozzátolom. Na nézzük, hogy állunk. Itt nyom, itt nyom, itt nyom. Remélem azt hoztam, amiben van hangszóró. Abban, de néztem. De úgy jó, hogyha a régiben is visszarakta. Nem, hát az nincs otthon. Tudod. Jó, retkes vagy, bazd. Be van kapcsulva? Be. Főmegyek. Főmegyek. Olyan gyorsak voltak az események, hogy elfelejtettem videóhúzni. Debütál az új keverő. Hát itt ültünk Berecki Gébrissel egy negyed órát fölötte. Hogy miért nem szól a monitor? Hát azért, mert minden csatornán külön van a monitor szabályzó, és ezt hiába rángatod, mint buzi a faszát. Ameddig ott nincs hang ráadva, addig nem szólal meg. A másik meg, hogy rohadtul érzékeny a bemeneti jelszintre. Ha már az Ericsson plusz 6 fölé jövök, már torzi el jön ki belőle, úgyhogy ennél itt erre oda kell figyelni. Van itt 3 Shure mikink, ide kipakolgat, hát igen, ez most nem egy büszkeség, viszont mindenhol máshol próbáltam adni a kábel menedzsmentre, ez megy oda, monitor alulról kapja a tápot. Igen, ezt rakhattam volna belülre is, de hát ezen még tudok segíteni. Segíteni, ahogy Gabi mondaná. Úgy kell mondani? Ja. Segíteni. Na jó, ezt majd kitépőzározom és beljebb rakom. Itt van az Erics, erről fog menni a zenebona. Itt van a cucc. Hát ezt meg már láttátok milliószor. Megmutatom, hogy nézünk ki szömbű. El is fáradtam amúgy rendesen. 15-50, délóta itt vagyunk. Ja, mondjuk te 400 kilométert eljöttél. 200 kilométerről jöttek a cigányok. 7-kor pucoltam a marhabörköt. Szömbű, így nézünk ki. Sajnos nincs középen a se a monitor, még se a szub. A szub nem is lesz, mert ha egy kicsit arrébb rakjuk, meghal. Nem akar szólni, nem tudom, hogy miért. Ez van. Sajnos nincsen színpadszoknya, úgyhogy ott alatta a kábelek látszódnak, de így néz ki a motyó. Elé rakunk fektetve egy tótót. Ja. Ott hátul lesznek a bemutatók. Már a srácok elkezdtek kipakolni. Ott lesz a mi asztalunk a fénytechnikával, mellettünk robokalandék, ekopityú műhelye. Most ott nem tudom, hogy ott hogy lesz a felosztás. Talán, hát magad uram, nem tudom, hogy hol lesz. Mikroszilver a legszélén. Pedig nem jut eszembe a neved, bazd meg. Pedig Romániából jött a srác, és nem jut eszembe a neve. Ne haragudj. Nem. Mindegy, nem folyok ebbe bele. Na, szóval. Névmemóriáról ennyit. Így néz ki a motyó. Holnap lehet jönni, srácok. Gabika fogja nyomkodni a Nintendo-kat. Hallod, nem hagyod itt a robotlámpát addig, vagy holnap? Te itt vagyom, hogy... holnap összerakod izényeket. Én felem összerakatod ma is, csak holnapra szedszék. Hogy de, hogy ma már nem tudod semmi adni, és majd holnap. Lesz itt ilyen bemutató darab, van itt 60 wattos új
fajta verzió, ami egyébként 30 wattos, bárki is mondja, hogy ez 60 wattos, ez 30 wattos, én tudom. Itt van a régi 60 wattos. Van egy, hol van? Itt van mögöttem a régi 60 wattos, vagy a régi 30 wattos, ez volt a régi 30 wattos, és onnan tudom például megállapítani első blikre, hogy mind a kettő 30 zaccos, hogy tök egyforma a hűtőbord rajta, tök egyforma a ventilgábor, csak más burkolatot kapott, de egyébként felépítésre is tök ugyanaz. És árulkodó jel lehet, hogy bár a tápra 60 watt írva, de higgyétek el nekem, hogy az 30 zac. Hoztam egy DMX vezérlőt is nyomkodni, ezt valaki megkapja ajándékba, hoztam egy linzert, lesz egy 90 wattos lámpa. Ja, meg van egy eladó tranzit. Mérnöki munka, hosszas kutatásfejlesztési munka eredménye. Igen. Az aerodinamika királya, és a menetdinamika. Meg hoztam retro konzolokat, van itt egy Xbox, egy régi Nintendo, egy Famiclone, meg alatta egy eredeti Super Nintendo. Meg hoztam parlámpákat, amit majd ide valamelyik csőre fölakasztunk. Tévét valahova fölakasztjuk, vagy mit tudom én, nem tudok semmit. Na keressünk valami táplálékot, mert megehűtöm. Rácok, ezzel a snitzel, nem ennek pityújék vágni, ezzel a snittel fogom befejezni a mai epizódot, ennyi volt a pakolás. Várunk benneteket holnap szeretettel, megérkezett mindenki Waltert és Ordasi urat kivéve. Így van. Tomi is itt van, hát hogyha hoz egy pár nézőt. Ezért valaki. Ezért. Azt hittem azért, mert ingyen kaja lesz, és jöhetek én is. Clickbaitnek kellek? Igen, clickbaitnek, csak ennyi. De figyelj, nem panaszkodhatsz a kaja meg a szállás miatt. Még nem postoltam a kaját. Úgyhogy srácok, köszönöm, hogy megnéztétek ezt az epizódot. Találkozunk holnap azokkal, akik itt lesznek élőben. Akik meg nem, azzal nem. Ha csász! Szevasztok!